játéknak, akkor van vége a játéknak. Az az egyetlen olyan opció, hogy meghaltunk a hegyen. Tehát, hogy ez az gyakorlatilag, ami minket élet. A Tolnai Társasjátékvár Egyesület vezetője beszélt a szervezési feladatokról a helyszínen, ami idén a Bogyiszlói Petőfi Sándor művelődési ház volt. Kipattant az agyunkból, hogy jó lenne összehozni a környezetben lévő Dél-Dunántúlon jelenlévő társasjáték egyesületeket, szervezeteket, kluboket, és tavaly évben megrendeztük első alkalommal, és úgy gondoltuk, hogy ebből teremtve egy hagyományt minden évben megrendezzük. Rengeteg településről, környező településről, Idegszemcséről, Jánoshalmáról, Szekszárdról jöttek egyesületek és szervezetek, ebből tagok. Mindenki hatalmas lelkesedéssel várta már a rendezvényt. Minden egyesület hozott játékokat a saját repertoáriából. Ezeket lehetett szabadon kipróbálni az egész napos rendezvényen. Kitaláltunk egy játéknapló nevezetű játékot. Ez úgy azért pattant ki az agyunkból, mert tavaly évben észrevettük, hogy sok olyan csapat volt, akik csak egyedül ők játszottak végig, és úgy gondoltuk, hogy így a közösségépítés jegyében ösztönözve arra a résztvevőket, hogy minél több emberre játszanak. Ez a játéknapra arra szolgál, hogy kapt mindenki egy kis nyomdát magának, egy saját személyre szabottat, és ezen a játéknaplón tudja gyűjteni minden játékostól a névre szóló nyomdát, és aki a délután végére a legtöbb nyomdát szerzi, az szintén egy értékes nyereményben részesül. Mezőfi Richard Pécsről, a Just for Fun Egyesülettől érkezett. Jelenleg több mint 200 darabos a társasjáték gyűjteménye. Just for Fun, én is nemrég csatlakoztam egy pár hónapja, de viszont már elég régóta ismertem őket, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor én is szeretnék becsatlakozni. És havonta egyszer van egy nagyobb társas nap, általában hétvégén, ahol mindenki saját társas behozza a vezetők közül, és akkor azokat rakjuk mások elé, kipróbáltatjuk őket. Mikor bejönnek, megkérdezzük, hogy milyen játékot szeretnek, hányan vannak, mit ismernek már, és azt szerint megpróbáljuk a jobb játékot mutatni neki, hogy mi lenne nekik jó. A találkozón a regisztrálók között játékokat sorsoltak ki. Így sokan plusz dobozzal térhettek haza, és gazdagíthatták gyűjteményeiket.